fontos része képmás estjeinknek. Színes összeállításunkat népszerű előadó művészekkel készült beszélgetésekből szerkesztettük, sokféle zenével. Megtudhatjuk, mitől lesz valaki tehetséges előadó, és mit jelent a zenész számára a muzsika. Hát azért nekünk a gyerekszobából jöttek a dalok, tehát hogy egy-két, elfütyülünk egy sort, egy melódiát, és akkor beugrik az, hogy 6 évesen mi volt éppen egy karácsonykor, vagy egy családi összejövetelen. Tehát mondtad ezt, a gyerekszobából jöttek a dalok, de azért én, hogy láttalak bennetek az előbb, meg egyébként is, hogy ismerlek benneteket, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ültetek egy-egy széken, és kamarazenét játszottatok. Hát már az ülünk egy-egy széken gyerekkorunkban, már idáig se, nem, hogy kamarazenét. Tehát ez tényleg eléggé elképzelhetetlen. Úgyhogy marháskodunk. Tehát úgy, hogy hülyéskedünk, hogy együtt vagyunk, és élvezzük azt, hogy együtt vagyunk, és hogy a zene, a zenélés az egy kikapcsolódás. És akkor ebben egyszer csak megszólal valami hú de jó, de mi azt nem gondoljuk, hogy az hú de jó, hanem akkor jön egy vendég, és azt mondja, hogy ez ilyen jó, és akkor ő, tehát külső visszajelzésekből figyeltünk fel arra, hogy létezünk. Ez zenei táborba elmegy a zeneiskola, és akkor a bolykitesók valahol hátul a régi faros lemezbusz, biztos emlékeztek, amikor ilyen csapott volt a háta, és akkor ott beültünk hátra, és elkezdődött még az István a király, és akkor a bolykitesók mindenféle hangszereket utánozva végignyomtuk az egészet. Kívánjátok éjek, arda, mindent. Tehát, no hát akkor fel kell, tehát mindent végig, az egész hangszerelést. És akkor ezek azok, amiben valami sikerül, és tényleg jó, valami csak úgy unaloműzésre jó volt, de hogy ezek így megmaradnak, és aztán ebből érzi az ember, hogy lehet építkezni, vagy nem. De azt tudni kell, ugye, hogy a magyar falvakban, a roma cigánysorokon jöttek ki a zenészek, tehát a muzsikus családok voltak azok, akik a falvakban a zenét szolgáltatták az ottani lakosoknak. Ebből adódóan kialakult egy nagyon érdekes szituáció, hogy ezeken a muzsikus falvakban, muzsikus cigány családoknál alapvetően a környezeti elvárás az nem volt egy ilyen tág valami, hanem fókuszáltan a zenére összpontosult. Tehát egész kisgyerekkoruk óta, tehát egy csomó ilyen felvételt készítettünk, hogy vitték el a kisgyereket már pár évesen, itt lehet, hogy szóval pár évesen, és akkor utána kezébe adtak neki 2 botot, és már imitáltam mondjuk a hegedülést. És aztán onnantól kezdve nagyon összpontosítottan, egyrésztről, mint Bachnál is egyébként ez volt a háttérben, hogy egyrészt van egy olyan genetikai támogatottság, hogy a felső felmenők közül nagyon-nagyon sok zenész volt, és ráadásul, amikor már megszülik, egyfolytában zenét hal. Tehát a környezete is egyfolytában ezt táplálja. És alapvetően ezeknél a fiataloknál látni azt, hogy ez a fókuszáltság, hogy egyetlen, tehát az összes energiája egy irányba csatornázódik be, emiatt egy elképesztően kimagasló dolog történik. Olyan tehetségek vannak ebben az országban, hogy egyszerűen a Jóisten áldja meg a saját magát, áldja meg a Jóisten, a Jóistent, hogy ezt ebbe a kis országba ilyen százalékba tesz be tehetséges embereket. Hát ez gyönyörű. Hát csinálunk ilyen workshopokat, ami azt jelenti, hogy nem zenélni tanítunk mi fiatalokat, mert azt Kodály módszer országában ingyen ezzel iskolában tökéletesen megtanítják a fiatalokat muzsikálni nélkülünk is. Nem az a mi dolgunk, hanem zenekari workshopokat szoktunk csinálni. Általában ez úgy néz ki, hogy egy helyi fiatal zenekar lejön, beülünk és elkezdünk, megkérjük őket, hogy tanítsanak a saját repertoárjukból egy dalt nekünk. Ez egy jó trükk, mert így azonnal ez a pesti vidéki okos, nagyfejű okoskodó profi zenész kontra fiatal amatőr zenész attitűd, ez azonnal megszűnik, és egymás szintjére azonnal oda kerülünk. És akkor elkezdődik egy beszélgetés, tanítanak nekünk egy nótát. Hát én olyan tehetségekkel, ebben az évben 10 ilyen tábort csináltunk szerte Magyarországon. És a döbbenetes az, hogy nincs olyan társaság, akivel ne lehetne hibátlanul dolgozni, mert mindenkivel lehet. Ezt esküszöm mindenre, ami szent. Te is volt egy pár ilyenen. Látod, hogy milyen emberek ülnek be. Jön egy srác, azt mondja, végig muzsikáljunk, 2 napja játszunk, mindenki kegyetlen. De úgy tessenek elképzelni, hogy ilyenkor 14-18 órákat dolgozunk egy nap a fiatalokkal. És hogy második nap letesszük a hangszert éjjel 2 óra, akkor is odajön egy gitáros srác. Figyelj, azt mondja, muzsikáld már velem ez a vonat, ha elindul, hadd menjen. És én mondom, jó, muzsikáljuk el. És magamban meg gondolom, hogy Szabó Attival játszok ezt a csíkzenekarból, és azért a Szabó Atti azért rendesen dolgozott vele, vagy 2 hónapot, mire ez úgy kézbe került neki, hogy utána ebbe a iszonyatos... Na mindegy, nem akarom túldumálni, de mindegy, szóval volt vele meló. Na, erre beül a kisgyerek, aki 18 éves, fogja az akusztikus gitárt, és tagadag, hibátlan harmónia, fül után levette, úgy muzsikált a gyerek, hogy azt másnap tartottunk direkt, ezért tartottunk egy 3. extra délelőtöt, nem indultunk el reggel haza, hanem csak ebéd után, direkt na, üljünk be még egy délelőtöt, olyan szintre felhoztuk a nótát, hogy föl lehetett volna venni lemezre. És hogy ők például ők nyíradonyiak.
Nyíradonyban van egy művészeti iskola, ki hallott róla? Senki. Én nagyon sokat gitároztam. Későn kezdtem el, napi 8 órát gyakoroltam, és nem ment. Vagy amikor zongoráztam, hát a Zeneakadémián 5 évig kötelező volt a zongora, még a zenetudományi szakon is, és 5 év után záróvizsgázni kellett. És amikor a tanár úr megkérdezte az 5. év elején már, hogy lassan Ádám, el kéne kezdeni a záróvizsgára készülni, eltelt 3 hónap, mert én hoztam ilyen és ilyen darabokat, hogy ezeket akarom megtanulni, és 3 hónap után azt mondta, hogy Ádám, emlékszik még arra, hogy mivel felvételizett a Zeneakadémiára? És mondta, persze, tanár úr, hogy ne emlékeznék, és nem is vettem észre a csapdát. És azt mondja, hogy térjünk vissza ezekhez az 5 évvel ezelőtti darabokhoz. Nem, soha nem ment. Ott volt a Mozart C-dur szonáta, a könnyű szonáta, a szonáta Fácsillannak. Az elején nagyon szép skálák vannak, és már mindenféle új rendet mondott nekem a tanár úr, és már kifogyott belőle, azt mondta, hogy Ádám, menjen ki este sötétedés után a Dunapartra, a Lánchídhoz, és nézze meg a Lánchídat, ahogy azok a fények itt sorakoznak egymás mellett, úgy kell ezeknek a skáláknak peregni. Mondjuk mázlim volt, kimentem, ránéztem a Lánchídra, és pont úgy játszottam, ugyanis minden harmadik égő éget csak. Tehát teljesen megfeleltem a kívánalmat. Kinek szeretője vagyok. Csókod, nézén, csak is annak adó, kinek a babája vagyok. Szene, hiába tényleg játszok én már ezerszer, mindig tud valami újat hozni azzal, hogy egy ilyen örömzenélés van is, és egy ilyen interakció is történik abban a pillanatban, tehát egy ilyen megutánozhatatlan dolog. Nem lehet futószalagszerűen rutinból csinálni, mert akkor viszont szerintem mi is nagyon-nagyon nem szeretnénk ezt a dolgot. Igazából az is nehezen definiálható, hogy a zenének a terápiás hatása az hogyan működik, de működik. Valamiképpen azzal függ össze, hogy olyan marhára verbálisak vagyunk az élet nagy részében, vagy az időnknek a nagy részében, és minden olyan pillanat, amikor ettől valahogy el lehet csatolni, és más agyi területeket megmozgatni, az valami nagyon értékesen másat hoz elő az emberből, más feldolgozási módok, más összekapcsolások jönnek létre. És ezáltal a művészetterápiákban a zenét is például használva fantasztikus módon máshogy mozdul meg az ember érzésvilága, az indulatai, de még az emléknyomok, de még az észlelés, a percepció is tud változni a közben, hogy valamiféle érzelmi hangoltság, valamilyen más csatornás inger éri az agyat. És azért a terapeuták nagyon szívesen használják szimbólumként, vagy akár direkt eszközként a zeneterápiában a zenét. És amikor nem terápiásan használjuk, hanem időtöltésnek, vagy öröm közvetítésére, vagy megélésére, akkor is érezhetjük, hogy mennyi sok érzelmet mozdít meg bennünk. Nyilván, amikor együtt átélünk valami közöset, akkor óhatatlanul megmozdulnak érzések, vagy az úgy nagyon összeköt minket. Hányszor érezzük egy romantikus film végén, hogy mi is mindjárt férjhez megyünk a főhőshöz, mert ez annyira gyönyörű, és olyan jó fej, biztos. Én is. Úgyhogy én is most itt már... De most már van egy pár jelölt, amit olyan gyönyörűen énekeltetek. De hogy azt gondolom, hogy amikor az ember együtt énekel valakivel, akkor ott nagyon megmozdulnak különböző érzelmi szálak. És hogy ez most testvérrel történik, vagy valaki mással, ez egy olyan csatorna, ami nagyon erősen össze tud kötni. Úgyhogy ebben az értelemben azt gondolom, hogy itt talán nem a testvérség a fontos, hanem az a hát a zenében testvérség, vagy az a kötelék, ami erősödik, meg mozdul akkor, amikor a zenével ennyire megérintjük magunkat más pontokon, mint azon a nagyon okos kognitív szinten.
know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever. There is something new and old. Fever isn't such a new thing. The fever started long ago. Yeah. Amikor együtt énekelünk, ugye úgy lehet elképzelni minket, mint öt orgonasi. Tehát tényleg, mert egy levegő oszlopot mozgatunk. És azért egy spirituális jellegű élmény önmagában is, mert abban a pillanatban már tényleg nem én vagyok a fontos. Tehát ha abba hagyom, akkor én vagyok a fontos, úgymond, mert ha hallatszik, hogy az hiányzik. De egyáltalán nem az a fontos, hogy én azt oda teszem, hanem hogy mi megszólalunk. Mondod, hogy felekodik család vagytok, de azért... Ez egy kicsit komoly játék is. Pont az előbb hallott Karintium ihletett kupléről, ha beszélünk, ott van egy ilyen mondat, hogy nevetés kívül, csend belül. Azt el tudnátok olyasmit mesélni nekünk, hogy mi volt az a nehéz helyzet, vagy az a nehezen feldolgozható történet, amihez a zene kellett, és akár a közös zenélés kellett? Én most attól tartok, azért némultunk meg, mert olyan, mintha megkérdeznéd a haltól, hogy mi volt az a nehezen elviselhető helyzet, amihez víz kellett. Szóval lehet, hogy nem látunk rá, hogy mi volt az, amihez zene kellett. Mindenhez zene kell, ez ugye a kemőolaj az egésznek. Vagy hogy esetleg kérdezni. Az, hogy mi az, ami jobban segített, vagy hogy így igen, tehát hogy ezt sokszor halljuk, hogy az érzelmi intelligenciát, a művésznevelés mennyire segíti, hogy bizonyos helyzetek feldolgozása, kifejezését, átélését, vagy esetleg túljutását a traumák, hogy mennyire tudja segíteni a művészet. Szóval én ilyesmiből írtam egyébként a szakdolgozatomat, még annó, hogy a zene milyen hatással van a fejlődő gyerekek arra, de igazából sose jutott eszembe a saját családomat korcsolára venni ebből a szempontból, de most, hogy így belegondolok, egyébként nagyon-nagyon sok embernek és sok családnak példaképté váltunk mi, mint család, amit így igazából csak így kiderült, mert hogy mi tényleg csak a legtermészetesebbet hozzuk akár itt a zenében, akár tényleg az együtt levésben. Jó, egyébként sok energia van benne, sok megbeszélés, sok őszintesség, tehát hogy ez... Meg változás egy csomó dolog van, ami automatikusan jött volna és megbeszéltük, ez nem feltétlenül a jó reakció, úgy érdemes tudatosan változtatni azon, ami ösztönös. Érdekes. Igen, igen. És hogy... Na most elvesztettem. Hogy amin a zene segített át? Ja, igen, hogy lehetséges, hogy végül is lehet találni esetleg egy ilyen kapcsolat, hogy talán azért is vagyunk ilyen kiegyensúlyozottak így összességében családilag. Lehet, hogy a zene segített ebben, lehet, hogy ott szavak nélkül is kicsit így meg feloldottak a konfliktusok, vagy az a közös zenélés. Igen, folyamatosan énekli is meg otthon. Sokszor nem a pofázás. Kedves férjem, állom ki, hogy ne énekeljen senki a konyhában. Nem, mert azt fogom leírni a kottába különben, amit én lehetem, és akkor nem azt kell. Úgyhogy ez a nagyjal, ez nagyon nehéz, tehát onnan látjuk, hogy mennyire sokat énekelünk, hogy a Péter nem tud tőlünk komponálni, pedig zárt ajtók meg mindenféle. Sajnos jól fülem még. De igen, igazából a közös zenélésnek az egyik legfontosabb alapillér az egymásra figyelés, és valószínűleg ez így akarva akaratlanul másról is előjön. Tehát, hogy egyszerűen jobb, lehet, hogy jobban figyelünk egymásra, mint tudom, most nagyon szépeket mondok, de akár ezt is kell. Igaz is lehet, hogy igazodban. Én próbálkoztam most az elmúlt időben legalábbis, mit tudom én, elmenni, vettem bakancsot túrázni, meg csak egy óra múlva, hogy nézelődök, hogy mit keresek én itt alapjában, lenne egy csomó hegedőit megszerelnék, meg, tehát, hogy, de most ez furcsa hangzik, de amikor az ember páros életet él, akkor eljön arra, hogy azért vannak olyan részek, amit van, nem... aki pihen. Igen, tehát, hogy ezt is igenis meg apujék most jutottak el oda,
miután már nyugdíjba lettek, hogy egy évre egyszer elmennek Balatonfüredre, 3 hétre a szívkórházban, mapunknak ugye kötelező, és akkor pihennek. De nem így néz ki, mert a szívkórháznak a professzora egy kiváló zongorista, japuik muzsikálnak a szívkórházba 3 héten keresztül, és a végén adnak egy koncertet a nővérekkel. Tehát, hogy ez tényleg így van. Tehát, a pihenéssel kapcsolatosan volt egy olyan lehetőségünk, hogy 4-en vendégszerepelhettünk Amerikába 4 napig. Na csak, nem 4 napig, 4 hétig. 21 koncertünk volt közben, és ezt pihenésnek tekintettük, pedig hát menni kellett jó bőven minden nap, és a legnagyobb élményünk az volt, hogy azok még tőlünk is kövérebbek voltak. De hát ilyet nem lehet mondani se persze. És volt egy olyan eset is, hogy New Yorkban a 18. utca sarkán a magyar házban bejön egy hölgy, egy idősebb hölgy, azt mondja, neki a férje primás volt, meghalt, és legyünk szívesek, gyorsan muzsikáljunk neki egy nótát, meg kint ki van kötve a kutya. Muzsikáltunk is neki, sírt egyet, és elment. Tehát ezek így megmaradnak az emberbe, és ezt pihenésnek tekintettük, ez volt a pihenés, ez a 21 nap. Mint a szép híves patakra, a szarvas kívánkozik, lelkem úgy jóhajt uramra, és hozzá fohászkodik, te hozzád én Istenem, szomjúhoz ítéllekem, vajon színed elébe, mikor jutok élő Isten, én lelkem mire csüggedsz el, mit keserlesz ennyire, bízzál Istenben, s nem hágy el. Kiben örvendek végre, ki nekem szemlátomást, nyújt kedves szabadulást, nyilván megmutatja nékem, hogy csak ő az én Istenem. A kérdésem az lenne, errefele, hogy ha éppen kedvük van, akkor önök otthon milyen zenét hallgatnak? És a B része a kérdésemnek, hogy a karácsonyfát önök is a kalákára díszítik, vagy esetleg... Tehát, hogy otthon mennyire van a kaláka zenéje jelen? Köszönjük szépen. Igen, több részből állt. Hát, attól, hogy az ember milyen célon hallgat muzsikát, csak úgy kikapcsolod, szóval zenét hallgat, vagy szakmailag. Én például most nagyon rá vagyok kattanva a Bach G-moll fantáziájára, ami egy orgon, ami nem tudom, valami, ezt most meghallgattam az utóbbi héten legalább 50-szer. De lehet, hogy többször. Fantázia és fuga. Mm. Nagyon, nagyon szeretem. De egyébként pedig most éppen, hát ugye nyári fesztiválokat kell szervezni, lesz a Kaláka Fesztivál Egerben, meg a Magyarföldi Fatemplom Fesztivál, úgyhogy most sok olyan lemezt is hallgattam, mit tudom, az Űrös Bandát, meg a Voodoo Papát, meg ilyen cegeket meghívtam, és akkor úgy rá. De éppen a napokban föltettem a 69-es lemezt, 69 ez a címe annak a lemeznek, amit közösen csináltunk Ferenci Gyuriékkal Nashville-ben egy nagyon jó stúdióban, és azon kis Anna dalok is vannak, meg Kányádi Vörös Sándor versek. Néha az ember még olyat is hallgat, ami a sajátja. Mondjuk nagyon köszönöm a Betlehemest, ezt valóban nagyon sokaknak a kedves lemeze, 87-ben jelent meg először, most a Móra idén újra kiadta, illetve tavaly újra kiadta. Hát az az igazság, hogy én ezt nem szoktam hallgatni, de idén decemberben is eljátszottuk 32-szer. Erdélyben, csak Erdélyben 18 koncert volt, meg Felvidéken, meg csak. Szóval hallgatom én eleget, csak nem lemezről. Amikor karácsonykor összejövünk, akkor egy Bach kantátának a melyik tételét szoktuk? 78-as kantát, a második tételét valamiért.
Ez lett a... Az lett a karácsonyhoz. Semmi köze a karácsonyhoz egyébként. De valahogy mégis ezt szoktuk feltenni. De hát Bach az ugye mindig is hát első helyen állt nálunk a családon belül is, úgyhogy amikor én felvételiztem a zenei általános iskolába, akkor megkérdezték, mi a kedvenc zenéd, és azt mondtam, hogy Bachnak a karácsonyi oratóriuma. Nem is vettek föl mondjuk a más kérdés. Szóval Bachot azt én is sokat hallgatok, de hát általában a barokk zenét azt nagyon szeretem a komoly zenén belül. Sok minden mást is. Hát elég. De mostanában Kate Jarrettet, Charlie Haydennel mondjuk ezt hallgatom nagyon szívesen, vagy Petrucciánit, azt nagyon szeretem. Szóval mondjuk... Klasszikus jazz. Mit? Klasszikus jazz. Hát nem csak klasszikus, mert elejárok a jazzklubba is, meg Borbély Misit, Dress Misit, stb. Szóval mondjuk a jazzt azt szeretem. Ilyen úgynevezett könnyű zenét azt talán kevesebbet, kivéve ha lányom beszáll a kocsiba, mert akkor rögtön lenyúlja a rádiót, és fú. Igen, ebből a szempontból én már maradibb vagyok, tehát ugye a mi fiatalságunk zenéit, azokat bármikor szívesen meghallgatom, de nem tartom lépést. Én neked lehet külön zenei ízlésed ebben a családban? Én nem értek a zenéhez ebben a nagy zenei családban, de a család nagyon sokat kupált engem, főleg Samu, aki az Átlátszó Hang Fesztivál keretében, amit én nagyon szeretek és végigülök, nagyon komolyan megszerettette velem ezt az úgynevezett új zenét. Tehát én nagyon szívesen hallgatok Kurtágot, Stockhausen, tehát én ilyen szempontból valahogy innen kerítem. A gyerekkorodban inkább operákat hallgattam. Gyerekkorom nekem volt egy nagybátyám, aki nagyon híres operaénekes volt, és gyerekkoromban akkoriban még az volt a szokás, hogy az operaénekesnek minden, amiben föllépett, arra az előadásra két szabad jegye volt egy páholyban. És a család, tehát ez a tágabb család összes tagja nagyon sokszor látta azokat a operákat, tehát én is a Toszkát, tehát amikben Oszi bácsi játszott, tehát a Toszkát, a Cigánybárót, a Nürnbergi mesterdalnokokat, azokat körülbelül ilyen 30-as számban néztem. Úgyhogy a gyerekek nagyon-nagyon, anyám is nagyon szerette az operát, tehát én azt hiszem, hogy ez a családban ebbe egyedül vagyok, mert a Grillus családban az opera az nem nagyon működik, de én... minden dubstepet és nem tudom, tehát hogy így abszolút haladnak a korral és hallgatják, amit mi hallgatunk, sőt csinálják. És mármint, amit mi hallgatunk. És például a kocsival utazok nyaralni, ami még egyelőre minden évben megtörtént, most is az lesz, hogy mindenki kap egy fél órát, hogy a saját zenei stílusát nem utassa. És akkor mindenki ráadják is kocsival a nagy hangszóróra, hogy a saját telefonját, és akkor fél órát azt hallgatjuk, úgy, amit szeret. Azért ez nem ilyen titok. Nem azon, hogy óra járt, mint a 90 szokás, hogy szóval, hogy így össze szoktunk állítani ilyen kis listákat, és akkor mindenkinek van egy kis CD-je, beteszi, vagy most már telefonról. De volt egy CD-je. És akkor az, és akkor van, hogy most inkább, amikor innen ide utazunk, akkor majd a Pankalemezét hallgassuk, és utána majd a Dináit. Szóval, hogy... Az enyém nem annyira népszerű.
ember olyan, mint a zenéje. Tehát a zene azért nem hazudik. Tehát, hogyha ha mondjuk tényleg Esztert kellene jellemeznem, akkor egy ilyen típusú ember lenne, és ilyen a muzsika is. Tehát, hogy nagyon finoman, finom rezdülésekkel van ez a nagyon mélyebb, magasabb, de nincs nagyon mély, és nincs nagyon magas, hanem nagyon finoman, árnyaltan működik. Én függően azért is, mert arabjában ikrek vagyok, tehát ez nekem így néz ki. Tehát, és ez tényleg a zenébe is ugyanúgy jellemzik. Az egy nagyon jó érzet, amikor muzsikálunk, és azt érezzük, és ez függetlenül bármelyikünktől, hogy becsukod a szemed, és azt érzed, hogy igazából a közönség is becsukta a szemed, és veled van. Tehát elemelted attól a fajta csekkbefizetős hétköznapoktól, hanem ha akarod sír, ha akarod veled nevet, ha akarod mélysége van a dolognak, ha akarod nagyon boldog pillanatai, de alapjában véve nekünk azért van szerencsénk, mert ebben a zenében ezt nem nekünk kell kitalálni. Tehát ahogy mi tanulgattuk ezt a muzsikát, minden egyes dalról, minden egyes motívumról eszünkbe jut valami. És azt, akár egy beszélgetés alapján, vagy akár ugye most muzsikáltuk az elején Viskről, és énekez a Tiszapartról, ott jártunk. Tehát tudjuk, hogy az milyen, tudjuk, hogy milyen a viski dombtető, tudjuk, hogy... És a népzenének ez a hatalmas nagy előnye, hogy ez valós dolgokról szól, amit mi ugyanúgy megélünk a magunk életében. És ezt egy profi zenész is megengedheti magának a színpadon, hogy ezeket a képeket lássa, miközben reflektor van, hangosítás van, közönség van. Ki tudtok lépni ebből a táncházi, vagy fonobeli, vagy nem tudom, otthoni hangulatba? Igazából nem kell kilépni. Tehát függetlenül attól, hogy az ember hivatásos zenészként táncházba vagy koncerten muzsikál, az, aki hallgatja, vagy az, aki táncol, az arra kíváncsi, hogy egy nagyon picit részese lehessen ennek az egésznek. És hogyha ez az őszintessége elmúlik, rossz szóval, hogyha tényleg ilyen profizmussá válik, akkor személytelen lesz. Tehát lehetsz te bármilyen technikailag képzett táncos vagy muzsikus, hogyha pont ez a töltet nincs benne, akkor egy idő után a közönség azt mondja, hogy hú, de technikás, de gyorsan muzsikál, vagy de lassan muzsikál, de nem érdekli igazából egy idő után. Kérdésemre azt válaszoltad, hogy azért, hogy az a jó az operában, hogy nagyon jól megtanítja neked a zenét, a művészlétet, a szereplést, de nem hallottam ezt a nagy opera szerelmes hozzáállást, hogy lehet, hogy azt érzem, hogy kicsit nehéz az operát ma szerethetővé tenni, vagy korszerűvé tenni? Hát akkor inkább mondjuk azt, hogy klasszikus zene. Láttam egyszer a Metnek, a Met Múzeumnak ott az oldalán van, még lehet, hogy ott is ki is van rakva, hogy a komoly zene az nem egy poros múzeumi kegytár, hanem egy friss érett gyümölcs, amiben bele kell harapni. És ez annyira tetszett nekem, és én akkor azt gondoltam, és szerintem nagyon jó az irány, mert a világ is ezt gondolta, és nagyon sokat változott a klasszikus zenei ipar, és ezen belül természetesen az opera iparág. Egyrészt ugye azzal, hogy a médiumok megjelentek, és hogy már minden filmre van véve, hogy mindent látunk, mindent közvetítenek. Igazából, tehát ugye bármikor elérhető az opera. De az, hogy meg is szeressék az emberek, az egy másik dolog. Tehát ahhoz személyes példaképek kellenek, dívák kellenek, akik hitelesek, akiket szeretni lehet. Maria Callas is a mai napig fent él, és mindenki ismeri, az is, aki szerintem még életében nem is hallott zenét esetleg, komoly zenét, de tudja, hogy Maria Callas valaha létezett. Szóval, hogy olyan erős egyéniségek kellenek, karakterek, akik egyszerűen vonzák az embereket és a fiatalokat. Na most ahhoz meg nagyon friss dolgok kellenek, tehát őszinte érzések a színpadon, nem ezek a statikus művi dolgok, és szerencsére már olyan jó rendezők vannak, és olyan jó rendezések is vannak, amikor ezt el tudják érni, és be tudják a fiatalokat csalni. Tehát az operában is nagyon jó kezdeményezések vannak fiataloknak, akár a Gördülő operát nézem, ami egy kicsit olyan, mint egy Commedia dell'arte stílus, ugye kamió
Orion platóján játszunk, de zenekar van, meg minden tekint téren, és ugye egy sokkal civilebb az egész, tehát hétköznapibb az öltözékünk, meg élőbb, meg megfoghatóbb. Tehát ez is egy baromi jó dolog, hogy a fiatalokat vonz, és elérhetőbb. Tehát mert az a baj, hogy félnek a műfajtól. Pedig szerintem én sem vagyok olyan félelmetes. Tehát ez annyira nem félelmetes. Csak azt gondolják az emberek, hogy azért, mert nem ismerik, azért akkor már az biztos olyan, hogy amit ők soha nem fognak tudni és elérni sem. De ez nem így van. Tehát valamikor 4-500 évvel ezelőtt az opera volt a mai, akár nem tudom micsoda, tankcsapda vagy. Szóval szeretem a tankcsapdát különben. Szóval, hogy akkor azon szórakoztak, arra táncoltak. Hát például a régen egy Traviata előadás, nem úgy volt régen, hogy mit tudom én, a 18-19. Században, hogy végignéztek egy operát, vagy egy ilyen műsort, mint most önök, türelmesen, tisztelettudóan, hanem ott az volt, hogy ment a szalon élet, meg a politikai élet, meg minden, a kint a foájéban, és ami tetszett nekik, arra bementek. És ha annyira tetszett, nagyon-nagyon tetszett, akkor addig tapsoltak, hogy még egyszer elő kellett adni a művészeknek. Szóval, hogy nem az volt, hogy végülték ezeket az operákat, hanem bementek a Violetta áriájára, bementek az Alfred áriájára. Az Éjkirálynőre. A kórus az ilyen, igen, az Éjkirálynőre például. Szóval, hogy egész más szokások is voltak különben, de szerintem nagyon jó próbálkozások vannak ma, amivel a fiatalokat is becsábítják. A 19. század második felétől, aztán a két világháború között volt ennek az igazi, hogy mondjam, volt ez igazán népszerű, amikor a zeneművész a muzsika papja lett. Tehát bemegyünk egy koncertterembe, azt látjuk, hogy az emberek ugyanúgy, mint a templomban, megemelt térben, a művészek, szólista, karmester, fekete ruhában bejönnek, és nekünk pedig, akik ott ülünk, nekünk, a híveknek, nincs más, nem is köhöghetünk, de a cukorkát sem szabad elővenni. Ez a másik, aminek azt gondolom, hogy lassan-lassan vége lesz, és én bizonyos részét sajnálni fogom, de bizonyos részét nem. Tehát nem gondolom azt, hogy a klasszikus zene ennyire távol kell legyen az emberektől. Cserdest fogjuk játszani. Biztos ezért megköveznek minket, de azt gondolom, hogy a klasszikus zenét úgy lehet elvinni azokra a helyekre is, nem csak az Andrássy úti gyönyörű lakásokba, ahol egyébként is lehet venni opera bérletet, hanem azokhoz is, akik esetleg nem tudják megengedni magukat, hogyha kiskanállal kezdjük adagolni, és hát ezt nagyon szuperül csinálják ketten, mint egy egész zenekar, úgyhogy debütáljatok, fiúk! Thank you.
igazi fúzió akkor van, hogyha mind a két, a fúzió mindkét oldalról érkező emberek tényleg meg akarják ismerni egymás kultúráját. Tehát, ha én egy rock and roll zenész vagyok, és népi fúziót akarok csinálni, nem most, hanem mondjuk 21 éves koromban, akkor az nem fúzió, hogy elsős könyv felüt, és pedig a muzsika az fantasztikus, mert már csak éneklem. Ez lehetne egy AC/DC nóta is, tehát, de most már ez könnyű így mondani, hanem a lényeg az az, hogy ne akarjuk egymás kultúráját használni. Használni arra, hogy népszerűbbek legyünk, hogy több legyen a like, több nagy YouTube nézettség legyen, tehát ne használjuk egymás kultúráját, hanem tényleg ismerjük meg. A zenélésnek számomra az én szememben két lehetősége van. Az egyik, a szerencsésebb, az a drága művészek itt, amikor alkotni tudnak zenét. Tehát annál csodálatosabb nincs. Hogyha valaki azt át tudja élni, hogy létrehozzon zenét, az, és ne gondolják azt, hogy ehhez gyerekkorba kellett volna elkezdeni, keressenek egy énekkart. Álljanak össze hárman, négyen, énekeljenek, nem tudom, népdalt, vagy bármit, amihez nem kell szaktudás. Az a pillanat, ahogy az ember létrehoz valami muzsikát, az lenyűgöző, az visszahat az emberre, aki azt létrehozza. A másik pedig a zenehallgatás, mint olyan, már régen felejtettem a kérdést, a zenehallgatás, mint olyan, az is nagyon-nagyon jó tud lenni, de egészen más. Tehát, hogyha valaki meg akar hallgatni egy könnyed, nem tudom, asztal mellett, nem tudom, vonós négyest, vagy asztali zenét, vagy ne adj Isten, cigány zenét, vagy bármi ilyesmit, ám tegye. Én azt gondolom, hogy ha valaki óckodik attól, hogy hosszabb művet hallgasson meg, mint például a Máté Passiót, vagy a Parsifalt, vagy egy hosszabb operát, akár egy Handel operát, vagy egy Rameau operát, ahhoz föl kell készülni. Tehát ez nem fog úgy menni. A Máté Passiót az ember nem hallgathatja úgy, hogy na jó, egy kicsit ledőlök, mi legyen most Máté Passió, és akkor úristen, ez meg, Jézusom, de hosszú. Így nem lehet, lehet így is Máté Passiót hallgatni, csak teljesen fölösleges. Olvassa el az ember a szöveget, kicsit készüljön rá, az operánál sem árt tudni, hogy miről van szó, úgy se értjük azt, hogy mit énekelnek az énekesek. Nekik kéne megtanulni, úgy ért énekelni magyarul, teszem hozzá, elnézést, hogyha van itt énekes, és megbántom, hogy lehessen követni az egésznek a cselekményét, hogy az ember úgy tudjon operát nézni, meghallgatni, mint hogyha moziban lenne, és értené a szöveget is, meg látná a cselekményt is, hogy mi történik, mert azzal együtt hat a zene, még bármennyire legyen is bugyuta egy opera szövegkönyv. Na mindegy, szóval egy operára is érdemes fölkészülni, akkor lehet élvezetet nyerni az egészből.